Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a budapesti Golgota gyülekezet hétfesti alkalmán. A múlt héten ugye volt egy különleges alkalmunk, ugye a hétfeste 5. szülinapját ünnepeltük, és készültek képek erről az alkalomról, hogyha érdekel titeket, majd a gyülekezet honlapján, a képgalériában megtaláljátok. Van néhány kép, ami talán emlékezetes lesz, így emlékezhetünk erre az eseményre is. Amit szeretnék még hirdetni az, hogy amit gyakran szoktam, és bátorítalak benneteket, hogy az alkalom előtt, hogyha picit tudtok jönni, a hátsó kis teremben imádkozunk. Köszönöm azoknak, akik ott vannak, és imádkoznak velem, de várok még sokatokat, hogyha tudtok jönni, ha csak egy negyed órával is csatlakozhatok hozzánk, és imádkozunk. Most pedig most is imádkozom, és utána folytatjuk a Galatákhoz írt levelet tanulmányozni. Mindenható Istenünk, köszönjük azt neked, hogy itt lehetünk most a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te azt mondtad, hogy ha te igédet megnyitjuk, tanulmányozzuk, akkor a te szent lelked az célba visz minden igét. Az nem tér vissza, dolga végezetlen. Célja van annak, hogy itt vagyunk most ezen az estén. Lehet, hogy mi magunk se tudjuk pontosan, hogy mi ez a cél. Mi magunk se értjük, hogy azok a dolgok, amik történnek talán mostanában velünk, azok miért történnek, miért úgy történnek. Mi is keressük az értelmét a dolgoknak. Sok mindent nem értünk. De egyet biztosan tudunk, hogy nálad van a válasz minden kérdésre. És te mindig arra válaszolsz, amire szükségünk van. Kérünk téged, hogy válaszolj most is arra a kérdésre, amire szükségünk van, a mi életünkben. Legyél jelen és szólj hozzánk. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. Tehát ugye a Galatákhoz írt levelet tanulmányozzuk. Azt a levelet, ugye, amiről már említettem nektek, hogy ugye Pál apostol a megtérése után több mint 10 évvel írta, időszámításunk szerint 49 környékén, a Galácia térségben lévő több gyülekezetnek, amit ő alapított korábban ezeket a gyülekezeteket, és az egyik legkorábbi újszövetségi írás, ami a kezetekben lehet, hogyha megnézitek a Bibliátokban a Galatákhoz írt levelet. És ezt a levelet tanulmányozzuk versről versre, és most ott tartunk, hogy épp az első fejezet 16. versétől fogjuk folytatni a mai alkalommal. Ugye eddig mit láttunk? Eddig láttuk azt, hogy ez a levél eltér a többitől. Ugye, hogyha már olvastátok Pál apostolnak a leveleit, akkor azért érezhetitek, láthatjátok az ő stílusát. Minden embernek a saját személyisége az rajta van, ugye, az írásain is. És Pál apostolnak is rajta van. De ez a levél egy kicsit más, mint a többi. Más a kezdése is. Láttuk, hogy már a kezdés is egy nagyon direkt megszólítás. És mindez azért van, mert Pál aggódik. Pál nagyon aggódik, mert azok a gyülekezetek, amiket ő alapított, ahol hirdette az evangéliumot, ahol meghallották az evangéliumot sokan, azokban a gyülekezetekben történt valami. Történt valami, és eljutott ennek a híre hozzá. És ami történt, az nem volt más, mint hogy elfordultak a galaták az evangélium egyszerű üzenetétől. Elfordultak, és egy hamis evangéliumot fogadtak el. Nem olyan sok idő telt el azóta, hogy Pál hirdette az evangéliumot nekik, és ők megtértek, és ott már is más felé fordultak. És Pál meg van döbbenve, és aggódik értük. Ezért írta ezt a levelet, és mellesleg, milyen jó, hogy megírta ezt a levelet, mert sok-sok évvel később, sok-sok évszázaddal, évezreddel később, itt most, a budapesti Golgota gyülekezetben minket is megszólít ez a levél, mert a tartalma és az üzenete az aktuális. Az
nekünk is szól, nem véletlenül került be Isten akaratából a Bibliába. Pálnak az egyszerű üzenete az volt, amit ő hirdetett, hogy csak Krisztus és semmi más. Csak Krisztus és semmi más. Azt hirdette, hogy a cselekedeteink, bármilyen sok jó cselekedetet is tudunk tenni, azok nem mentenek meg bennünket. Az üdvösségünk szempontjából nem számít. Bármit teszünk, semmit nem tudunk tenni, hanem egyedül és kizárólag az üdvösségünk, az Istennel való örök kapcsolatunk egyetlen egy módon szerezhető meg, ezt nem tudjuk mi megszerezni, hanem csak Krisztus, hogy ő meghalt értünk a kereszten. A mi bűneink büntetését ő elhordozta, és visszakapcsolt bennünket az Atyához. Megtett mindent ezért. És nekünk a mi részünkről pusztán úgy szól az üzenet, úgy szól az evangélium. Ha hiszed, ha tényleg hiszed, ha elfogadod hittel, akkor a tiéd. A te részedről ingyen van. Neki sokba került az életébe, de annyira egyszerűvé tette számunkra, hogy ha hittel elfogadjuk az evangéliumot, hogy ő megtett mindent értünk a kereszten, és csak az ő érdeméért jutunk be a mennybe, lehet üdvösségünk, tehetünk bármit is, lehetünk kedvesek az Isten előtt. Ezt ő megtette. Csak ezért. Ez volt Pál egyszerű üzenete. Ugye ezt nagyon sok helyen elmondja nekünk az Új Szövetség. Az evangéliumok, a levelek újra és újra. Talán az egyik legismertebb hely, amit ti is biztos ismertek, a János 3.16-tól, és néha csak a 16-ot olvassuk, pedig érdemes kicsit tovább menni a 18-ig, mert összefügg ez a rész, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Ez az evangélium, és Pál ezt hirdette, és ez azt mondja, hogy csak Jézus, csak az egyszülött fiú, csak az ő érdeméért, csak aki benne hisz. Azonban azok a tévtanítók, akik oda mentek a Galácia térségbeli gyülekezetekhez, azok hozzátettek ehhez valamit. Azt mondták, hogy oké, higgyél Jézusban, de van még plusz valami. Jézus plusz valami. És akármit teszel hozzá, már meghamisítod az üzenetet. Ők a törvényt tették hozzá. Ők azt mondták, hogy Jézus plusz a törvény. Tartsd be a mózesi törvényeket, mondták. És ez volt az a hamis evangélium, amivel megjelentek, és elég sok ember elhitte, elég sok olyan hívő, akik ott voltak, elhitték ezt. És ezek a tévtanítók, ugye erről is beszéltünk, úgy támadták Pált, nem csak az evangéliumot, hanem a személyét is. Azt mondták, hogy kicsoda ez a Pál? Hát ez nem is apostol. Miért mondja magáról, hogy apostol? Hiszen ő nem is tanítvány, hát nem volt a 12 között, akiket ugye Jézus kiválasztott. Ugye, akiket 3 évig tanítványozott, amikor együtt voltak vele. Hát ez a Pál nem is volt ott. Hát azt se tudja, hogy miket beszélt Jézus. És később is. Hát üldözte a keresztényeket. És különben is Pál nem is találkozott Jézussal személyesen. Ilyeneket mondtak róla. Milyen jogon tanít itt titeket? Milyen jogon követel magának apostolságot? Meg különben is azt a tanítást, amit mond nektek, az csak a többi apostoltól tanulta. Biztos valamelyik apostol tanítványa. Meg ilyeneket mondtak. Ő nem is igazi apostol, csak másodosztályú apostol. Vagy harmadosztályú, vagy ki tudja milyen. Nagyon sok ilyen támadás érkezett, ami a személyét, az apostolságát támadta Pálnak, és ezáltal persze az üzenetet is, amit hirdetett. És ezért
Pál itt a Galata levélben elég hosszan, ugye az első fejezet 10-es versétől a 24-es verséig tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy ő apostol. Arról beszél, hogy őt Isten hívta el arra, hogy apostol legyen, és közvetlenül Jézustól kapta azokat a tanításokat, amiket elmond, amiket leírt. Ugye Pál bizonyítékainak három fő csoportja van. A Pál megtérése előtti időszak, tehát elmondja a saját megtérésére vonatkozó dolgokat. Ugye ez volt a 13 és a 14-es versek. A megtérésére a 15-ös versben utal, és a megtérése utáni életére a 16-tól a 24-es versek. És ugye ebből a három részből már kettőt megnéztünk a múlt alkalommal. Ugye láttuk azt, az első csoportba tartozik az, amikor Pál arról beszél, hogy a megtérés előtt ő milyen volt. Ugye a galaták ismerték Pálnak a múltját. Ők tudták, hogy Pál egy fanatikus őrült volt, aki üldözte az egyházat, üldözte a keresztényeket, ahol csak érte, pusztította őket. Tehát a megtérése előtti életében Pál nemhogy elfogadott volna bármit is az evangéliumból, hanem mindennek ellene volt. Pusztítani és kiirtani akarta. Tehát a megtérése előtti időből semmilyen módon nem tett magáévá semmit az evangéliumból. Erről beszél nekik. Azt mondja, ismeritek a múltamat. Tudjátok, hogy ki voltam. Pusztítottalak titeket. Aztán a bizonyítékainak a második része a megtérésére vonatkozik, ugye a 15-ös versben, erről is beszéltünk a múlt alkalommal, ugye amikor a damaszkuszi úton, ahol éppen megint üldözte a keresztényeket, éppen abban járt, hogy összefogdossa őket és bezárja őket, valami történik vele. Jézus üldözőjéből Jézus követője lesz. Jézus ellenségéből Jézus barátja, szolgája lesz. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy, és erre utal, hogy találkozott Jézussal. Mert csak a Jézussal való találkozás tud így átfordítani egy embert, így megváltoztatni egy életet. Azt mondja Pál, nézzetek erre. És a mai alkalommal Pál bizonyítékainak a harmadik csoportját fogjuk tanulmányozni. Nagyon érdekes, hogy ő erről beszél. A megtérése utáni időszakról. Ezt fogjuk ugye az első fejezet 16. versétől a 24-es versig megnézni, úgyhogy fel is olvasom ezt a részt. Tehát a Galatákhoz írt levél, első fejezet 16-tól 24. Hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jagabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én értem az Istent. Hát nézzük meg, mit mond itt Pál, nézzük meg versről versre. A 16. verset még egyszer, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ugye, ahogy mondtam, a tévtanító zsidók azt mondták Pálról, hogy tulajdonképpen ő a tanácsait, a tanításait, a mindenféle dolgot, amit ő ugye elmondott, azt más apostoloktól kapta. Hogy ő nem is igazi apostol. Tehát ezért Pál nem is lehet egy szinten az apostolokkal. És ezért mondja ezt itt Pál rögtön a 16. versben, hogy ő nem tanácskozott testtel és vérrel. Ez azt jelenti, hogy ő nem emberrel beszélt. Ő nem embertől vette át. Ő nem a jeruzsálemi apostolok tanítványa. Ő nem tőlük tanult.
És itt ezekben a versekben leírja, hogy még csak nem is találkozott velük, hanem közvetlenül Jézus Krisztus hívta el őt, és jelentette ki neki mindazokat az igazságokat, amiket ő elmond. És itt elmondja a bizonyítékokat. Azt mondja, hogy hát nézzétek meg az én életem történetét. Mi történt velem a megtérésem után? 17-es verstől a 19-ig, ugye így olvastuk, nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az Úr testvérét. Tehát azt mondja Pál, és felidézi itt az eseményeket, hogy mi történt ugye a megtérésekor. Ugye múltkor beszéltünk a megtéréséről, ugye a damaszkuszi úton ment, és valami olyan élménye volt, ami nem mindannyiunknak van, ahogy Jézussal találkozott. Ugye hirtelen meg is vakult, nem is látott, ugye segítették őt a többiek, és így érkeztek be Damaszkuszba, és ugye Damaszkuszban emlékeztek a történetre, Anániás az, aki elmegy hozzá, ő se nagyon akar, mert úgy ismeri Pált, mint az evangélium ellenségét, de Isten azt mondja neki, hogy én őt kiválasztottam, menjél, ő fogja hirdetni az evangéliumot. Aztán Anániás imádkozik érte, megnyílnak a szemei, aztán ott tölt néhány napot a keresztények között Damaszkuszban, és már egyből kezdi hirdetni az evangéliumot. Hát erre persze elég jól kiakasztja azokat a zsidókat, akik ugye ott voltak, hiszen az evangélium legnagyobb ellenségéből hirtelen azt látják, hogy egy szenvedélyes prédikátorral találják magukat szembe, Pál személyébe, aki az evangéliumot hirdeti. Ugye így olvasunk ezekről az eseményekről, az apostolok cselekedete azért elég jól megörökíti ezt a történést. Az Apcsel 9, 19-től a 22-es versek. Majd miután evett, erőre kapott, néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallott, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Ezek voltak azok az események, azokban a napokban történtek, ugye, amikor Damaszkuszba érkezett, és ugye ott rögtön elkezdte az evangéliumot hirdetni, és utána pedig ugye láttuk, hogy Pál elutazott Damaszkuszból. De nem Jeruzsálembe ment, ahol az apostolok voltak, hogy majd tanuljon tőlük. Nem Jeruzsálembe ment, hanem Arábiába. Arábiába ment. Miért ment oda? Ő nem mondja meg ennek az okát. A levélből nem derül ki az ő utazásának a pontos oka, de valószínűleg Arábiában eltöltött időszak, ami egy hosszabb időszak volt, arra volt jó, hogy Isten felkészítse őt. A felkészülés évei voltak ezek. Valószínűleg ebben az időben jelentette ki neki Isten azokat az igazságokat, amit később a leveleiben ugye leírt. Ugye gondoljuk meg, neki nem adatott meg az a 3 év, mint a többi tanítványnak, akik 3 évig együtt voltak Jézussal. Nap mint nap együtt ettek, látták, ahogy Jézus bármit is csinált, bármikor megkérdezhették őt, Jézus tanította őket 3 éven keresztül. Pálnak ez nem adatott meg, mert ő nem volt akkor ott. Pált később hívta el. A damaszkuszi úton hívta el Jézus. Ott találkozott vele először. Ugye meg is kérdezte tőle, hogy ki vagy, Uram? Mondta neki Jézus, Jézus, akit te üldözöl. Hát itt megroppant. Itt megváltozott az élete. Itt megtért, és már rögtön hirdette az evangéliumot, de még nem tudott sok mindent. Valószínű az az időszak, összességében kb. 3 év volt egyébként, amit Arábiában töltött, Damaszkuszból kezdve egészen odáig, míg ő elmegy végre Jeruzsálembe, 3 év
Három év telik el. Valószínűleg ez a három év felelt meg annak, mint a többi tanítványnak is, akik Jézussal voltak három évig, hogy Pál készüljön a szolgálatára. Az Arábiában eltöltött idő végén újra visszament Damaszkuszba. És megint elkezdte hirdetni az evangéliumot, és megint rögtön ugye azzal találta magát szemben, amikor a megtérése után is hirdette, hogy rögtön ellenállásba. És elkezdték őt üldözni. Ugye erről az eseményről beszámol nekünk az Abcsel. Az Abcsel 9.24-től a 25-ös versekben ezt olvassuk. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Ugye egészen kalandfilmbe illő jelenet, valószínűleg, amit itt Pál átélt. Ugye visszament Arábiából Damaszkuszban, újra elkezdett evangélizálni, és hatalmas ellenállással találkozik, őt elkezdik üldözni, úgyhogy menekülnie kell. Itt hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogyha az apostolok cselekedetét, ezeket a verseket tanulmányozzátok, akkor, és próbáljátok rekonstruálni Pálnak az élet történetét, akkor nagyon könnyen azt gondolhatjuk, hogy mindez nagyon rövid idő alatt történt. Tehát az, hogy ő megtért, Damaszkuszba ment, akkor ott evangelizált, akkor utána valami kis időre ugye Arábiába ment, és akkor vissza Damaszkuszba, és onnan Jeruzsálemben. Mert az Abcsel nem tartalmazott pontos időszakot. Ugye egy olyan megjegyzés volt itt a 23. versben, hogy már jó néhány nap eltelt. De ezt a Galata levélből ugye tudjuk rekonstruálni, hogy egy hosszabb idő volt, tehát a két damaszkuszi tartózkodás és az arábiai tartózkodással együtt három év telt el. Tehát három évvel később megtérése után felmegy Pál Jeruzsálembe. Az első alkalom, amikor a megtérése után Pál ott van Jeruzsálemben, és találkozik végre az első apostollal, Péterrel. De azt mondja, csak 15 napot tölt vele, és ezen kívül nem találkozik senkivel, csak Jakabbal, Jézus testvérével Jeruzsálemben, és senki mással. Ezt azért írja le Pál ilyen részletesen, hogy hát gondoljátok bele, mit gondoltok? Hogy majd, amikor találkoztam a megtérésem után három évvel, és felmentem Jeruzsálembe, és meglátogattam Pétert, akkor ő 15 napot alatt adott nekem egy gyors talpalót a teológiából, és akkor ott tanultam meg, és akkor arról beszélek? Tehát teljesen az ő története, ami ismert volt, ami leellenőrizhető volt, egyértelműen beszélt arról, hogy ő nem tartott kapcsolatot az apostolokkal, hogy az apostoloktól lett volna ő tanítványozva. Pétert is csak baráti látogatásra meglátogatta, 15 napot töltött, tehát csak két hetet töltött ott, a többi apostol nem is találkozott, kivéve Jakabbal. Tehát Pál azt bizonyítja ezzel, hogy ő független volt a többi apostoltól. Teljesen független. És közvetlenül Jézus elhívására, Jézus kijelentésére tanított. Azért kell neki ezeket ilyen részletesen leírnia, mert ezzel támadták. Megkérdőjelezték az apostolságát. És ezért azt mondja, hogy jó, hát nézzétek meg az életem történetét. Mutassátok meg, hogy hol jártam teológiára. Hogy hol tanítványozott engem bárki is az apostolok közül. Egyébként az apostolok ugye nem is nagyon akartak vele találkozni. Egyrészt nem is ismerték, másrészt amit hallottak róla, hát az nem volt egy pozitív dolog, hiszen azt hallották róla korábban, hogy az evangélium üldözője. Még ahhoz is, hogy egyáltalán Péterrel és Jakabbal találkozhasson, az kellett, hogy Barnabás segítsen neki, aki bizonyságot tett Pál mellett, hogy ő is Jézus tanítványa, és megtért, és nem kell félnetek tőle. Így olvasunk erről az Abcselben, a 9. fejezet 26-os és 28-os versei. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette,
elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogy látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Tehát látjátok, hogy miután Pál ugye beszámol ezekről az eseményekről, ezzel teszi egyértelművé azok számára, akik támadják, hogy ő hol volt, mit csinált, miért. Egyáltalán az apostolokkal nem is volt kapcsolata, és hát később, jóval később találkozhatott a többi apostollal is. Itt minden esetre egyedül Péterrel és Jakabbal találkozik. Ezután így folytatja, ugye a 20. vers, amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Na miért írja azt? Ugye erre egy támadó, ugye egy kételkedő mondhatja, hogy hát mindenki mondhatja azt, hogy amit mond, az nem hazugság, nem? Hát mindenki ezzel jön, hogy amit mondok, az igaz. Most ezt miért írja így le Pál? Ez nekünk lehet, hogy furcsa, meg nem mond semmit, de az akkori zsidó világ nagyon jól ismerte a zsidó esküt. Tehát amikor valaki egy zsidó esküt tett, az egy nagyon komoly dolog volt. Ha arról beigazolódott, hogy az nem igaz, akkor az totálisan elvesztítette a hitelét. Egy életre. Ezért Pál ezt is itt megteszi. Hogy egyértelmű legyen, hogy ő kicsoda. Hogy ő igazat mond. Ezzel is megerősíti az állítását. És utána így folytatja, ugye a Galata levél első fejezetének a 21-es és 24-es versei, azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére, Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették én értem az Istent. Pál írja a folytatást, az életének, történetének a folytatását, és azt mondja, hogy nem csak, hogy Jeruzsálembe, hanem ő máshol sem találkozott az apostolokkal. Ugyanis miután elhagyta Jeruzsálemet, elment Szíria és Cilícia vidékeire. Cilíciához tartozott egyébként az a Tarzusz, ahol ő született, az volt a szülőváros. Az összes többi apostol Júdeában és Szamáriában tartózkodott. Nem is lehetett kapcsolata egyiknek sem Pállal. A Júdeában lévő gyülekezetek nem is ismerték Pált személyesen, csak hírből hallottak róla. És hát ugye nyilván nem volt könnyű elfogadni nekik, elhinni először, hogy ugye Pál egyáltalán Jézus követője. Csak miután hallották hallomásból a történeteket, a szolgálata nyomán, hogy milyen áldások történtek, emberek tértek meg, hallották, hogy Pált is üldözik Jézus miatt. Ezután kezdték elhinni, hogy hát ő mégiscsak közénk tartozik. És dicsőítették ezért az Istent. Ezt olvassuk. Majd a következő alkalommal, hogy a második fejezetet is elkezdjük, ott megtudjuk az első versből, hogy 14 év telt el összességében a megtérésétől számítva, amíg Pál újra felmegy Jeruzsálembe. És találkozik az apostolok. Tehát azt mondja Pál, azért mondja végig ezeket a verseket és az életének történetét, hogy nézzétek meg, nem igaz, amivel vádolnak engem, amivel próbálják az apostolságomat, az elhívásomat megkérdőjelezni, mert az én életem története beszél arról, hogy én nem tartottam kapcsolatot az apostolokkal. Megtérése utáni 14 év alatt egyetlen rövid látogatást tett Jeruzsálemben, 15 napot, Péterrel találkozott és Jakabbal, senki mással. És ez alatt a 14 év alatt nem találkozott más apostollal. Tehát így látjuk ezt a harmadik csoportját Pál bizonyítékainak, hogy mind a hármat, ha összerakjuk, a megtérése előtti fanatikus evangélium ellenessége egyértelműen beszél arról, hogy ő kicsoda volt.
A megtérése beszél arról egyértelműen, hogy őt átfordította Isten. És a megtérése utáni időszak pedig arról beszél, hogy ő nem apostoloktól tanult, hanem közvetlenül Jézus jelentette ki neki azokat az igazságokat, amiről beszél. Bizonyítja ezzel az ő független apostolságát. Egyébként azóta is ez egy fontos kérdés számunkra is, hogy mennyire fogadjuk el Pál apostol tanításait. Vannak sokan, akik azt mondják, hogy hát Pál kicsit messzire ment. Jézus olyan szépen beszélt, olyan lágyan beszélt, olyan szépeket mondott, pedig hát azért mondott ő is kemény dolgokat. Legtöbbet a pokolról beszélt, nem tudom, ezt tudjátok-e, a kedves Jézus. Tehát azért Jézus sok mindenről beszélt, de vannak sokan, akik azt mondják, hogy Pál aztán túlzásba vitte. Igazából ő már többet mondott, mint az evangélium. Ezek már csak egy teológusnak az elmélkedései. Aki ilyet mond, az egyenesen Isten igéjét kérdőjelezi meg, mert Pál apostol szavai nyomán Isten szól hozzánk. Pált Isten hívta el, az ő tolmácsolásában Isten szól hozzánk. Ha Pál szavait megkérdőjelezzük, Istent kérdőjelezzük meg. Pál történetének egyébként van számunkra más tanulsága is. Az a titokzatos 3 év, amit Arábiában töltött. Ugye azt mondtam, hogy nem tudjuk pontosan, erre nézve ő nem írt semmit, és nincs rá semmilyen információnk, hogy ő hol töltötte ezt a 3 évet. Valószínűleg nem messze Damaszkusztól, a sivatagban volt egy névtelen hely. Ugye hát menekülnie kellett ugye rögtön, ahogy Damaszkuszba hirdette az evangéliumot. 3 év. És ahogy mondtam, valószínűleg ez a 3 év volt neki a felkészülési időszaka. 3 év Jézussal. Találkozik a damaszkuszi úton, azért tudom nagyon megérteni őt, vagy hát, hogy így mondjam, talán az élményt, mert kicsit hasonló volt az én megtérésemnél is, hogy én tudtam, hogy nincs Isten. És amikor találkoztam vele, az megdöbbentett. Pál hasonlóképpen, vagyis hát én így tudom elképzelni, hogy az ő történetét egyikünk se élte át, de a damaszkuszi úton találkozik Jézussal. És rádöbben, hogy ő él. Ő Isten. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, mondja. De ezen élmény után valószínűleg össze volt zavarodva. Tehát az ő teológiája, ő egy profi teológus volt, ő Gamálieltől tanult, a legprofibb teológustól, a legnagyobb tanítótól, ő nagyon tudta az Ószövetséget. Egy képzett teológus, aki találkozik Jézussal, totálisan összezavarodott. Hogy akkor, amiben én hittem, akkor az nem úgy van, vagy hogy van? És akkor ott volt ez a 3 év. És valószínűleg ez alatt a 3 év alatt Jézus szólt hozzá, és felkészítette. Mindarra, amit életében utána csinált. Azért érdekes ez a 3 év, mert ha Pál életét megfigyeljük, ő mindig aktív volt. Ő mindig aktív volt, mindig ment, evangelizált, gyülekezeteket alapított. Hát nem mindig tudott, mert néha lecsukták börtönbe, de a börtönben is írta a leveleit, tehát ő hozzáláncolt őrnek mondta az evangéliumot, erre az is megtért, ugye megtért a fele őrség, tehát ugye a Filippi levélben olvasunk ezekről. Tehát Pál nagyon aktív volt, őt Isten használta. Egész életében aktív volt, kivéve a megtérése után. Ez a 3 év. Jó, itt is egy evangelizált az elején, meg a végén Damaszkuszban, ugye ezt mondtam, hát rögtön elkezdték üldözni. De közte ott volt ez az időszak, amiről nem sokat tudunk, Arábiában. Egy várakozás, egy felkészülés időszaka volt. Mindenképpen ez lehetett, ugyanis utána már mondta,
mondta azt, amit utána olvasunk az igében, amit tanított. Ezen időszak alatt kijelentette neki ezeket Jézus. Ez az időszak volt, ahol átrendezte a teológiát fejébe, a gondolatait. Ahol át kellett gondolni az életét, amiért eddig élt, ahogy gondolta az egészet, hogy hogy is van. Emlékezzünk rá, hogy nem csak Pálnak volt az életében ilyen időszak. Gondoljatok Mózesre. Az ő életében is volt egy elég hosszú, 40 éves időszak. A sivatagban. Keresztelő János életében is volt ilyen. Olyan időszak, ami látszólag száraz, unalmas, nem történik semmi, sőt, minden olyan bizonytalan. És lehet, hogy a te életedben is van ilyen. Lehet, hogy te is éreztél már ilyesmit, vagy lehet, hogy most érzel ilyesmit, hogy itt vagy, és nem történik semmi, és nem is érted, hogy miért vagy itt, hogy miért ezek a dolgok történtek, amik mögötted vannak, és merre kell tovább menni. Lehet, hogy Pál is úgy érezhette, volt egy csodálatos élménye a damaszkoszi úton, de nem biztos, hogy neki minden nap megjelent Jézus úgy, ahogy a damaszkoszi úton. Lehet, hogy neked is volt egy csodálatos megtérésed, egy élményed. Aztán lehet, hogy elteltek évek, és akkor itt vagy, és azt mondod, nem történik semmi. De lehet, hogy neked is ez egy felkészülési időszak, mint Pálnak. Lehet, hogy célja van annak az időszaknak, amikor nem történik semmi az életedben. Látszólag. Látszólag. Kívülről, vagy te is úgy látod. Nagyon sokszor Isten ezekben az időszakokban formál bennünk a legtöbbet. Amikor talán minden úgy tűnik, hogy bizonytalanná válik. Amikor nem minden úgy megy, ahogy elképzelted, hanem kicsúsznak a dolgok kezed közül. Lehet, hogy ő készítette ezt az időszakot is. Ha most ilyenben vagy, vagy ha valaha ilyenbe kerülsz, vagy ha ilyenben már voltál. Emlékszem az én életemben egy ilyen hasonló időszakra, amikor az a gyülekezet, ahova én tartoztam, ahol én szolgáltam, az szinte kiközösített. Pedig olyan szépen indult minden. A megtérésem után egy évvel Isten elvezetett ebbe a gyülekezetbe. 3 évvel később már ifjúsági vezető lettem, hirdettem az evangéliumot, bibliórákat tartottam. Az ország egyik legjobb bibliatanító pásztora mellett tanultam és szolgáltam. És már 6 éve szolgáltam, mint ifjúsági vezető, benne voltam a gyülekezet életében, a szolgálatban. És akkor, mintha valami megváltozott volna. Bizonyos dolgokat, ahogy olvastam a Bibliát és megértettem Isten igéjét, kicsit másképp láttam. De ez nem volt baj nekem, csak föltettem kérdéseket. Nem állítottam dolgokat, kérdéseket tettem fel. Szerettem volna válaszokat, szerettem volna párbeszédet. De nem lehetett. Befagyott körülöttem a légkör. Addig nagyon sok helyre hívtak ott ifjúsági bibliórákat tartani, onnan kezdve soha nem hívtak sehova. A saját ifjúsági körömben, ahol én voltam az ifi vezető, még ott is úgy tartottam alkalmat, hogy a vezetőpásztor lejött, beült az ifire, és ellenőrizte, hogy mit mondok. Emlékszem, ahogy a kapcsolataim megszakadtak. Emlékszem, ahogy az emberek már nem beszéltek velem, már nem közeledtek hozzám. Emlékszem, hogy a pásztorom is azt mondta, hogy hát Sanyi, a kezdet az szép volt. Csak a folytatás. Emlékszem arra, most is előttem van a kép, amikor önként bemegyek a pásztoromhoz, és önként lemondok arról a szolgálatról, hogy ifjúsági vezető vagyok. Emlékszem arra, hogy ahogy elveszítem az embereket, a kapcsolatokat, elveszítem a gyülekezetet. Ugyanerre az időszakra esett egy nagy szerelmi csalódás az életemben.
minthogyha mindent elveszítettem volna. A gyülekezet, a szolgálat, minthogyha egy légüres térbe kerültem volna, a nagy bizonytalanságba, és hogyan tovább? Mi vár rám? Hol van Isten? Ő vezet engem? Ma már látom, hogy Isten megengedte ezt az időszakot az életemben. Akkor még nem láttam. Akkor a nagy bizonytalanságot láttam. Azt, hogy minden kicsúszik a kezem közül. És ezek évek voltak. Évek voltak. Én nem akartam elhagyni a gyülekezetet egyáltalán. Azt mondtam, hát ha nem áll, senki nem áll szóba velem, én akkor is itt maradok, és hirdetem az evangéliumot. Hát lehet, hogy senki nem hallgat meg, de... De aztán nem tehettem mást. Aztán Isten vezetett tovább. És Isten, ahogy tovább vezetett, ajtókat nyitott. Egy dologra emlékszem, és ez nagyon fontos volt ebben az időszakban, hogy bíztam benne. Mindvégig bíztam benne, és azt mondtam, nem tudom, hogy miért történnek ezek a dolgok, nem tudom, hogy hová megyek, de egyet tudok, hogy te szeretsz engem, Jézus, és én szeretlek téged, és követlek. Akármi történik. Volt idő, amikor semmi másban nem voltam biztos, csak ebbe az egybe. Amikor semmi más nem értettem, csak ezt az egyet. Hogy ő szeret, és velem van, és én szeretem, és követem. De úgy tűnik, hogy ez elég volt. Aztán ajtók nyíltak, és Isten vezetett. Elvezetett ebbe a gyülekezetbe, sok-sok évvel ezelőtt. Aztán Isten a vezetett a szolgálatban, tehát gyülekezetet kaptam, szolgálatot kaptam, szerelmet kaptam. Isten társat adott. Tehát Isten betöltött egy csomó olyan szükséget az életemben, amire vágyakoztam is, és ami úgy tűnt nekem, akkor, ott, hogy kicsúszik a kezem közül, hogy mintha elveszíteném, mintha elrontottam volna mindent. És nem így volt. Most már visszanézve ezekre az évekre, látom, hogy célja volt mindezekkel Istennek. Készített engem is. Lehet, hogy téged is készít. Lehet, hogy te is hasonlókat éltél át, vagy élsz át, vagy fogsz átélni. De hadd mondjam el, ezekben az időszakokban a legfontosabb, hogy bízz benne. Ő tudja, mit csinál. Nem tudom, hogy Pál mit élhetett ott át. Az biztos, hogy a megtérése után, amikor Damaszkuszból elment Arábiába, azért ott az első hetek, az első hónapokban, mikor még sok mindent nem értett, tele lehetett kérdésre, hogy most Jézus, de akkor ez hogy van? Mert hát akkor most már mindenki üldöz engem. Mindenki, senki ám nem áll szóba velem. Ugye a keresztények félnek tőlem, mert én vagyok a keresztények üldözője. A zsidók, a társaim, most meg már ugye, Azért nem tartozom közéjük, mert már én magam is keresztény lettem. Most hova tartozom? Akkor még nem volt, Pált nem ismerte senki. Ahogy mondtam, az apostolok sem ismerték, vagy ha hallottak róla, az ellenség. Ő az ellenség. Ennyit tudtak róla. Valószínűleg Pál ott lehetett a sivatagban ő is, és a kérdéseivel, hogy most... Hogyan tovább? És nem volt cél nélkül az a három év, amit ő ott eltöltött. Hiszen látjátok, utána az ő élete miről szólt, csak áldásokat hozott, ahogy hirdette az evangéliumot. Lehet, hogy téged is Isten készít. Lehet, hogy hosszú időn keresztül készít. Lehet, hogy évekig készít. Lehet, hogy te sem érted. De Isten tudja, hogy mit csinál. Isten tudja, hogy mit csinál. És a legfontosabb az, hogy bízzunk benne. A legnagyobb veszély egy ilyen időszakban az, hogy azt mondod, hát akkor nem is érdekel ez. Hát akkor, hát már az Isten is elhagyott. Elhagynak a barátaim, megszűntek a kapcsolataim, már nem áll velem szóba senki, senki nem ért meg, már én sem értem magam.
nem értem a dolgokat, amik történnek. Mi értelme van ennek? Voltál már úgy, hogy föltetted ezt a kérdést? És nem jött válasz azonnal. Elteltek hetek, és nem jött válasz. Elteltek hónapok, és nem jött válasz. Elteltek évek, és nem jött válasz. Én átéltem ezt, és tudom, hogy csak az volt, hogy de Jézus, te szeretsz, és én szeretlek. De Jézus, te szeretsz, és én szeretlek. Meghaltál értem a kereszten, és te vagy a megváltóm, te vagy a királyom, te vagy az Istenem, téged követlek. Nem tudom, mi vár rám. Nem sok jót látok magam körül, így gondoltam én is. Aztán másképp lett. Soha ne add fel, soha ne gondold azt, hogy az Isten elhagyott. Soha ne gondold azt, hogy te már egy olyan pályára kerültél az életedben, hogy az már biztos, hogy félremegy. Az Isten a világegyetem teremtése előtt már gondolt rád. Már kiválasztott téged. Már tudta, hogy milyen leszel. Az anyád méhében formált téged. Nem véletlenül vagy olyan, amilyen vagy. Lehet, hogy mások azt mondják, hogy nem vagy szép, vagy magadra is azt mondod, hogy nem vagy szép, de az Isten azt mondja neked, gyönyörű vagy, gyönyörűséges vagy. Szeretlek, az én szememben becses vagy, kiválasztottalak, enyém vagy, a szerelmesem vagy, a költeményem vagy. Ezt mondja neked az Isten. Ez az igazság, akármit élsz át, akármilyenek a körülményeid. Az Isten ezt mondja neked, és ő tudja, hogy mi vár rád. És ha megengedett dolgokat az életedben, annak célja van. Nem tudod te még a célt. Lehet, hogy csak később ismered meg. De ő tudja, és az a lényeg. Inkább ő tudja, mint te. Az jobb, ha ő tudja. Ő biztos tudja. Néha előttünk is félrelibben a függöny, és kicsit beláttunk messzebbre, de nem mindig. Sokszor volt életemben úgy, hogy egy picit előbbre láttam, de ez ritkán volt. Meg kell, hogy mondjam nektek, én 24 évvel ezelőtt találkoztam Jézussal először, és éltem át azt, amit Pál apostol a damaszkuszi úton, hogy te létezel, te vagy. És ez alatt a 24 év alatt nagyon ritkán volt az, hogy messze láttam előre. Hogy meg tudtam mondani, hogy mi lesz egy év múlva, vagy egy hónap múlva. Hogy vezet, vagy hogy majd hogy alakul. Nem tudom. De egy dolgot megtanultam ez alatt a 24 év alatt, hogy ő mindvégig velem marad és vezet. És formál, és elvégzi azt bennem, amit ő eltervezett, és elvégzi rajtam keresztül is, amit eltervezett. És ez így van veled is. Mindannyiunknak más az életútja, más az elhívása, más a helyünk, más a szolgálatunk. Lehet, hogy téged a családodba hívott el, a barátaidhoz, a kollégáid, nem tudom. De nem véletlenül vagy ott, azon a helyen, ahol vagy. Lehet, hogy Isten felkészít egy következő szolgálatra, egy következő lépésre. Egy biztos, ő tudja, mit csinál. Pálnál is tudta. Nem volt céltalan az a 3 év. Lehet, hogyha ez a 3 év nincs az ő életében, akkor lehet, hogy nincsen ilyen gazdag és mély látása, amit a leveleink keresztül elmondott nekünk. Kellett neki ez, és lehet, neked is kell. Kell, hogy csak Jézussal legyél. Ha olyan az életed időszaka, hogy azt mondod, hogy most senki nem figyel rád, akkor figyelj Jézusra. Legyél vele, mert ő szeretne veled lenni. És tovább visz. És ajtókat fog megnyitni. Mert ő tudja, hogy mit csinál. Pál életében is tudta. A te életedben is tudja. És ő mindvégig veled fog maradni. És célba visz. Imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy láthatjuk Pál életét. Láthatjuk, ahogy betekintést ad nekünk az ige az ő életébe, ahogy őt elhívtad apostolnak, és kijelentetted neki azokat az igazságokat, amiket mi olvashatunk most az Új Szövetségben. Hisz az Új Szövetség felét rajta keresztül vele irattad meg. Köszönjük neked. És köszönjük azt neked, hogy te egy olyan Isten vagy, hogy tudod, hogy mit csinálsz a mi életünkkel is. Uram, és én most imádkozom azokért, akik esetleg úgy érzik, hogy bizonytalanságban vannak, hogy légüres térben, hogy nem tudják, hogy hogyan tovább, hogy tele vannak kérdésekkel, hogy tudják kimondani azt, hogy bízok benned, Jézus, hogy elég az, hogy te szeretsz, és én szeretlek, és követlek. Uram, vezess bennünket, lépésről lépésre. Nem kérjük azt, hogy messzire lássunk, mert már megtanultuk, hogy te nem mutatsz a mi érdekünkben olyan messzire, előre. Csak a következő lépést. És adj nekünk hitet arra, ahogy énekeltünk a dicsőítésben is, hogy hitben járunk, hogy hitben tudjunk járni. A beléd vetett hitben, hogy bízunk benned, te viszel tovább, és nyisd meg a következő ajtót. Jézus nevében kértük mindezt. Amen. Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk a Galata levelet, versről versre haladunk. Sziasztok! Isten áldjon titeket!